Sziasztok! Üdv ismét itt nálam az Alma Papin. A mai videóban arra keresem a választ, hogy vajon a generációs különbségek megszüntethetőek-e, hogy tudnak az ellentétek csökkenni a fiatalabb generációval, tudunk-e mi idősebbek tenni bármit is azért, hogy a fiatalabbak picit más szemmel nézzenek ránk, mi egy picikét más szemmel nézzünk őrájuk, és egy picikét közelebb hozzuk a ellentétes, vagy a ellentétesnek tűnő generációkat. Tartsatok velem, hogyha ez érdekel benneteket. Hogyha most vagy itt először, akkor Pap Krisztina vagyok, és az Alma Papi, az az én életmód csatornám, amelyben elsősorban 40-50 év fölötti nőknek készítek különböző bennünket érdeklő tartalmakat. Hogyha érdekelnek a változókorral, öregedéssel járó kihívások, problémák, különböző megoldások, jó gyakorlatok, akkor ne kattints sehová, hanem maradj itt velem, és hogyha még nem iratkoztál fel a csatornámra, akkor kérlek, tegyed meg. A generációk azok olyan különböző korosztályok, korosztályoknak a csoportja, amelyek különböző időszakokban születtek, és különböző társadalmi körülmények, különböző történelmi körülmények hatottak rájuk, és a neveltetésükre. Generációk közötti különbségek mindig is léteztek, viszont igazán látványossá akkor kezdtek el válni, amikor eléggé sok, tehát nem egy vagy kettő, hanem ennél több generáció kezdett együtt élni, tehát mióta ugye az átlagos életkor az nagyon megnövekedett, és hát mióta ugye a Föld lakossága is nagyon nagy mértékben megnövekedett. Tehát ugye több generáció él együtt ma már, akár négy generáció is, és emellett a különbségek viszont azért adódnak, és azért látszanak jóval markánsabban, mert közben a technológia is felgyorsult, tehát azok az eszközök, amiket az egyes generációk megtanultak használni, azok között a különbség az óriási, óriási iramban változik ugye a technológia, a technika. Ami a mai világban a meghatározó ellentétet hozza, az nem más, mint a digitalizáció. És ezen belül megkülönböztetünk digitális benszülötteket és digitális bevándorlókat. Ugye már is kitaláljátok, hogy a digitális bevándorlók ugye azok a tipikusan a mi korosztályunk, vagyis az a korosztály, az a baby boomerek, meg az X generáció, akik tanulják a digitalizációt, tehát az új technológiának az elsajátítása, az egy tanult dolog náluk, később lépett be ez az életükbe, tehát ilyen az internet, a számítógép használat. Míg a digitális benszülöttek, vagyis a fiatalabbak, az Y és a Z generáció tagjai, most már az alfa, ugye a legújabbak, a legfiatalabbak, beleszületnek a digitalizációba, beleszületnek egy olyan korba, ahol majdnem minden online zajlik, és ezeket a kütyüket, ezeket gyakorlatilag az anyatejjel szívják magukba, pontosan tudják a használatukat, enélkül nem is tudnának létezni. Természetesen a generációk közötti ezt a fajta különbséget, amit ugye a digitalizáció határoz meg, ezt felülírhatják vagy árnyalhatják olyan tényezők, mint a gazdasági helyzet, a technológiához való hozzáférés és hát egyéb egyéni személyes karaktervonások. Vagy például akár az is, hogy ki milyen helyen dolgozik. Például jó lehet, hogy van egy 60x éves ember, egy baby boomer, vagy egy X generációs valaki, aki egy IT cégnél dolgozik, és játékszoftver fejlesztéssel foglalkozik, és ebben ő nagyon sikeres is. Ő már nem az a tipikus digitális bevándorló, ugye, hanem közelebb van a digitális benszülött generációhoz, a digitális benszülöttek mentalitásához, és ezáltal valószínű egyébként a fiatalabb generációval is jobban megérti magát. Az átlag életkor kitolódása és a digitalizáció térnyerése mellett még egy fontos tényező van, ami a generációk közötti szakadékot mélyítheti, ez pedig ugye az utóbbi időkben a családon belüli kommunikációnak a
mérséklődése, hát ezt most nagyon szépen mondtam, tehát magyarul kevesebbet beszélgetünk egymással a családon belül, a különböző családtagok, a különböző generációhoz tartozó családtagok jóval kevesebbet beszélgetnek egymással, mint régebben. Ugye régebben egy háztartásban éltek jószerivel. Ma már ugye hát részben egy háztartásban élnek, de azért külön is élnek. Akik egy háztartásban élnek, azok lehet, hogy egy fedél alatt élnek, de átlagosan nagyon keveset beszélgetnek egymással. Igazából sorolhatnánk, hogy a fiatalabb korosztálynak mi is a baja velünk, de én most ezeket így nem akarom felsorolni, mert nyilván nem akarok általánosítani, és a fiatalok között is vannak kivételek, vannak olyanok, akik nem így gondolkodnak az idősebbekről. Szóval általánosítani semmiképpen sem helyes. Egy olyan momentum van, amit azért kiemelnék, és ami eléggé jellemző, még hogyha nem is feltétlenül tudatosultan, vagy tudatosítottan a fiatalokban, az idősebbek felé, ez pedig az általános lenézés az idősebb korosztály felé. Ez egy tény. Tehát azt nyilván érzékeltetik is velünk a fiatalok, hogy sokszor lenéznek bennünket, mert nem vagyunk olyan gyorsak, nem vagyunk olyan naprakészek dolgokban, nem tudunk úgy alkalmazkodni, nem tudunk úgy változtatni, nem vagyunk olyan asszertívek. Szóval egy sor dolog van, ami miatt lenézhetnek bennünket, egész egyszerűen mások vagyunk, öregebbek vagyunk, stb. Azt mondhatnám, hogy igazából szerintem inkább a fiatalok nézik le az idősebb korosztályt, mint az idősebb korosztály a fiatalabbakat, bár szerintem a fiatalabbak meg lehet, hogy pont azt mondják, hogy az idősebbektől érzékelik ezt a fajta lenézést, de az idősebb korosztály részről talán nem a lenézés dominál, hanem egy picit ez a lekezelés, tehát ami egy kicsit más azért, ami abban merül ki, hogy ugye én, mint idős, én mindent jobban tudok, nekem több élettapasztalatom van, én okosabb vagyok, ezért én megmondom neked a tutit, hogy kellene az életet élni, és hogy milyen döntéseket hoz az életben, mi a helyes döntés az életben, hiszen én már tapasztaltam, és a saját bőrömön érzékeltem, hogy mi a rossz, és mi a jó. Az is megfigyelhető a fiatalok részéről, hogy tehát nem nagyon szeretnek az idősebbekkel szocializálódni, vagy beszélgetni. Nyilván, ha egy munkahelyen dolgozik több generáció, akkor ott az a vezetésnek a feladata, hogy ezeket a generációkat a kommunikáció különböző formáin keresztül összehozza, és hát igazából azokat a képességeket, készségeket, amelyek egyébként minden generációban megvannak, csak legfeljebb mások, ezeket megfelelően ötvözze, illetve lehetőséget biztosítson arra, hogy ezek a képességek, készségek, ezek kicserélődjenek a különböző generációk között. Tehát ugye családon belül sem nagyon beszélgetünk, amikor arról van szó, hogy társaságba megyünk, bulizni megyünk, étterembe megyünk, bárhova megyünk egyébként, az is egy vád az idősebbekkel szemben, hogy ők nem járnak sehová, szemben a fiatalokkal, akik állandóan mehetnének, mi idősebbek már a lakást, a kis közvetlen környezetünket szeretjük szépítgetni, legyökerezünk egy helyen, és nem nagyon vagyunk hajlandóak mozdulni, menni, vándorolni, a fiatalok pedig ugye mindig tovább állnának. Nekik annyira a környezet az hát fontos nyilván, de mindig készek a továbblépésre, a fejlődésre, a változtatásra. Szóval, tehát azon túl, hogy ugye a családon belül nem beszélgetünk egymással, ezen túl még a szociális szférákban, tehát a különböző szociális eseményeken sem nagyon kapcsolódunk egymáshoz, és hát ez is ugye okozza az eltéréseket, illetve a meg nem értést. Szerintem a generációkat én hiszek abban, hogy közelebb lehet egymáshoz hozni, és én abban is hiszek, hogy az egyes generációk azok meg tudják egymást érteni kellő nyitottsággal. Az első lépés talán ehhez az lenne, hogy ne a különbségekre fókuszáljunk, hanem a hasonlóságokra. Például, hogyha van egy hasonló hobbink, érdeklődési körünk, bármilyen olyan terület, ami hasonló bennünk, az hozzon össze bennünket, és az alapján próbáljunk meg egymáshoz kapcsolódni. A másik ilyen a kommunikáció. Tehát ugye azt mondjuk, hogy se a családon belül, se azon kívül, se a munkahelyen, se a szabadidőnkben nem kommunikálunk a fiatalokkal. Elsősorban arról van szó, én úgy gondolom, és úgy látom, hogy
a fiatalok nem akarnak velünk kommunikálni, ezt most megmondom őszintén. És én azt látom, hogy hiába, tehát könnyű azt mondani nekünk, hogy mi nagyon szívesen kommunikálunk a fiatalokkal, és azt szeretnénk előmozdítani, hogyha ők nem hajlandóak, vagy nem, nincs meg a, nem azt, hogy nem hajlandóak, mert ez így nem igaz, de hogy nincs meg például az igény arra, hogy velünk idősebbekkel kommunikáljanak. Miközben a fiataloknak is kell azt látni, hogy mi idősek is tudunk olyan dolgokat, amiket ők nem tudnak, és amelyek értékesek lehetnek az előre menetelükben, a szakmájukban, az életükben. Munkahelyeken például előre lehetne mozdítani a kapcsolódást ilyen kölcsönös mentoring programokkal. Tehát nem csak az arról szólna a dolog, hogy a fiatalok mentorálják az öregeket, mert most ugye erről van szó, hogy a fiatal főnök mentorálja a nyugdíja, hát még azért a nyugdíjtól távol lévő, de már idősnek tartott beosztottat, hogy kell a közösségi média eszközöket használni. Ha már ugye arról van szó, hogy például a technológia terén a fiatalabbak mentorálják az idősebbeket, a fiatalabbak viszont nem tartanak arra igényt, hogy az idősebbek őket mentorálják azzal a tudással, amikvel ők rendelkeznek. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy hiába lennénk mi nyitottak idősek arra, hogy a fiatalokkal kapcsolódjunk, hogyha ő bennük ez a nyitottság, vagy ő belőlük hiányzik ez a nyitottság, és igazából összezárnak mögöttünk, előttünk, és nem akarnak nagyon kapcsolatot létrehozni. Tulajdonképpen a fiataloknak szerintem azt kellene belátniuk, hogy önállóan nagyon sok mindent le tudnak tenni az asztalra. De az is igaz, hogy mi még azért egy darabig itt leszünk a Földön velük, és méghozzá miután ugye viszonylag sokáig élnek az újabb generációk, újabb régi generációk, és a munkaerőpiacon is bizony-bizony itt leszünk, tehát hiába vagyok 55 éves, azért én még 10 évig legalább, vagy hát nem is tudom, 8-10 évig biztos, hogy itt kell, hogy legyek egész egyszerűen a nyugdíj korhatár miatt, és velem is ugyanúgy számolni kell, mint munkaerővel, mint mondjuk a 20-30 éves fiatalokkal. Aztán a fiataloknak azt is látni kell, hogy az idősek azért, hogyha akarnak, akkor tudnak és hajlandóak is tanulni. Készek arra, nyitottak arra, hogy a technológiát azt elsajátítsák, hogy a legújabb, legmodernebb eszközöknek a használatát elsajátítsák, és hogy ezeket megtanulják. Szóval már mi is tudunk tanulni. És hát mi az, amit mi tehetünk idősebbek a fiatalokért, hogy ők ne akarjanak mindenáron elzárkózni előlünk, ne akarják magukat eltávolítani tőlünk. Én azt mondom, hogy elsősorban hát hasonló dolgokat kéne nekünk is tenni, mint amiket tőlük várunk. Elsősorban is legyen bennünk nyitottság feléjük minden szempontból. Lássuk be azt, hogy az ő generációjuk más, hogy a fiataloknak más az értékrendjük, más dolgok érdeklik őket, és ez nem baj. Amikor mi fiatalok voltunk, mi sem voltunk még ilyenek, és igazából arra kéne nekünk visszaemlékezni rendszeresen, hogy milyenek voltunk mi fiatalon, és mi volt az az elvárás bennünk az idősebbek felé, ami volt, és mi az, amit megkaptunk tőlük, mi az, amit nem kaptunk meg tőlük, és bizony ezekre a dolgokra kéne fókuszálni, hogy azok a dolgok, amiket mi nem kaptunk meg az idősebbektől fiatalabb korunkban, bizony ezeket a dolgokat nekünk most meg kell adni a fiataloknak. Aztán nem szabad minden áron tanítani akarni őket, nem szabad minden áron elmondani nekik a véleményünket, az, hogy mi mit gondolunk dolgokról, mert hogy mi okosabbak vagyunk, és mi ezt jobban tudjuk. Egyrészt nem feltétlenül tudjuk jobban, másrészt pedig lehet, hogy van egyfajta tudásunk valamiről, de az a tudás, az a mostani fiatal generációnak már nem egy releváns tudás. Ő másképp látja dolgokat, pont, hogy azt a dolgot, amit mi jónak látunk, azt ő lehet, hogy szándékosan meg akarja változtatni. És azért ellenáll tudatosan, tudat alatt a mi oktatásainknak. Szóval én szerintem a mi részünkről is az elfogadásban rejlik a kulcs. El kell fogadni a fiatalokat, azokat a motivációkat, amelyek nekik vannak, és azokat a célokat, amelyek nekik vannak az életben. Aztán a család vonatkozásában, ugye a kommunikáció elengedhetetlen az, hogy beszélgessünk gyakran, jöjjön össze a család rendszeresen, és nem kell magunkat soha a fiatalokra rátukmálni, hogyha ők nem akarnak velünk találkozni, nem akarnak velünk beszélgetni, nem akarnak a hétvégi ebéden, vacsorán, stb. Családi összejövetelen részt venni, akkor
nem kell őket erőltetni, nem kell őket erőszakolni. Előbb-utóbb úgyis, hogyha őnekik erre igényük van, akkor ezt meg fogják tenni. Nagyon sok olyan idős ember van, aki ugye a magány enyhítése céljából a fiatalok társaságát keresi, és mindenáron azt szeretné, hogyha a fiatalok őt látogatnák, hogyha ő még mindig fontos lenne a fiatalok számára, hogyha ő még mindig tényező lenne, és bizony a fiatalok tudnak nagyon udvariasak lenni, és azt mutatni, mintha az a bizonyos idősebb ember még számítana, még fontos lenne az ő véleménye, de valójában már egyébként nem az. Itt jön be ugye a sajnálat, kicsit a lesajnálás, és nem szabad ezt hagyni. Tehát nekünk idősebbeknek vigyázni kell arra, hogy ide ne jusson el a dolog. Tehát ha egy picit is érzitek azt, hogy akár a családtag, akár barát, akár bármilyen körben egy fiatalabb ember azért kezel benneteket másképp, mert ő udvarias akar maradni azáltal, hogy meghallgat benneteket, de valójában untatjátok őt, akkor ezzel a magatartással le kell állni mindenképpen, mert tehát ez nem viszi előrébb a kapcsolódást, ettől nem lesz jobb a generációk között a kapcsolat, hogyha ő tulajdonképpen szívességet tesz azzal, hogy meghallgat téged, te pedig csak azért, hogy ne érezd magad magányosan, gyakorlatilag rátukmálod magad a fiatalabb emberre. Ugye az első kérdésem, hogy a generációs különbségek áthidalhatóak-e, vagy csökkenthetőek-e? Én azt mondom, hogy esete válogatja. Tehát általában véve valószínűleg nem csökkenthetőek. Esete válogatja, hogy mennyire igen. És bizonyos emberek között biztos, hogy csökkenthetőek, családon belül valószínűsíthetően csökkenthetőek, tényleg az összes minden generációnak, minden résztvevőnek az akarata ehhez szükséges. És a másik, amit egyébként még itt konklúzióként mondanék, hogy nem is biztos, hogy annyira fontos az, hogy ezeket az ellentéteket csökkentsük, mert egész egyszerűen mások vagyunk. Amit itt látni kell, és ami viszont nagyon fontos, az a belátás, a nyitottság. A nyitottságot nem győzöm hangsúlyozni, nem csak a másik generáció felé, hanem embertársaink felé is általában. Az biztos, hogy én nem szeretnék az az öreg ember lenni, akit a fiatalok sajnálnak, lesajnálnak, és én is szeretném a fiatalabb generációt mindig tisztelni. Szóval hajrá, tanuljunk, és beszélgessünk egymással! Ha ezzel kapcsolatban van még valamilyen jó ötletetek, vagy valamilyen személyes tapasztalatotok, amiket szeretnétek velünk megosztani, akkor kérlek benneteket, hogy írjátok le ide a videó alá, mert ez szerintem óriási segítség nekünk. És köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem tetszett ez a videó is. Hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!